reggelt, miattam, üdv a csatornán! Szevasz, Bence, mi újság van? Neki vágunk? A kalandoktak? Neki. Ötödjére is. És neki. Voltak egy-két fennforgás. Nem olyan régóta, 2 órája ülünk itt. Próbáljuk elindítani a részt. Aztán nem annyira jött eddig össze. Egyébként annyit el akarok mondani. Bocs, ha szabadba vágok, de hogyha Bence nézetet akarjátok látni, akkor link a leírásban, úgyhogy meg tudjátok őt is nézni, vagy mind a kettőt egyszer, ahogy éppen szeretnétek, vagy amelyik éppen érdekesebb lesz. Ugye? Igen. Remélem, már nem borulok föl többször, mert kezdem kicsit tudni. Na, én meg akarok mutatni a srácoknak itt valamit, itt egy drága teherautó, nyerges vontató, amit igazából mondhatjuk, hogy megtaláltunk a játékon belül. És hát figyelj, nézzétek meg, igazából az a baj, hogy egy fantázia néven van a játékon belül, a modok között ez a jármű, de figyeljétek, oda nézzé, hoppa, hát ez konkrétan ugyanaz a jármű lenne, hogyha nem lenne már megint sötét. Így, megfigyelitek, úgyhogy valaki, aki tudja, az írja meg, légy szíves, hogy az a jármű akar lenni, vagy a rába volt egy licenszert, és az eredeti, és ilyesmi dolgok vannak, gyerekek. Máma, viccünk, 3-an vagyunk, látjátok? Bence, hol vagy? Nem vagy benne a Mercedesbe. Nem voltam benne, igen. Ha akarsz, mehetsz ám inkább az izébe, az egyik rábával. Nem. Na várja, én eddig akármivel mentem, megborultam, fölborultam, kigyulladt, minden volt. Máma, egy kicsit voltak izék, voltak dolgok, problematikák, de nem adjuk föl, mert nem az a fajták vagyunk. Na figyelj! Gyerekek, várja meg, more! Kettővel küzdök ám. Istenem! Mi van? Fölborult? Ez komoly? Fölborult? Nem borult. Azt hittem, mert mi komoly? Ezt itt te real-be gondolod? Hát én mondtam, hogy valamit kitaláltam. Megint valami jó dolgot. Mert? Nem, szerinted nem fog menni? Figyelj, most nem én fogok borulni, azt tudom. Figyelj, én nagyon menni fogok most. Érzem, hogy ez egy epikus lesz. Epikus fight. Nem bízol bennem, hogy ezt meg fogom oldani, ezt a feladatot? Bencének szerintem már így az életkedve elment. Mert körülbelül 2-szer kezdtük újra. Sajnos modok nem voltak a tökéletesek, meg igazából minden is volt, ugye? Először beválasztott egy kurva jó járművet, ami 2 kanyart bírt a sárba, és fölborult. Igen? Azt azért kezdtük újra. A másodiknál meg valamiért az Istenért nem akart összejönni, hogy nálam menjen a felvétel, pedig 4-szer borultam meg fél óra alatt, körülbelül. Figyelj. No problémo, innentől már sinem vagyok. Várjál, még 2 darabot kell pakolnyom. Megyek. Egyébként én utcai gumikon jöttem, jó? Direkt, hogy ne legyen annyira egyszerű. Mert úgy gondoltam, hogy amúgy túl egyszerű lenne, hogyha terepgumikon gyűnék. Remélem belelóg. Úgy, oké, megvagyok. Innen kijutni is egy élmény lesz, ugye? Uh-huh. Ezzel. Nem érzem a lelkesedést a hangodon. Pedig megvan. Megvan? Jó, mélyen, de megvan. Várjál, csörlőzöm a bőrdát. Itt meg kéne fordulnom egyre. Behúzom én ide neked. Mit? Azt. Mit? De most mi történt itt? A járgányt. Nem kell, ne viccelj! Ne! Ne! Hát gyorsan szállják ki belőle. Haladjunk. Ne! Ez olyan... Figyelj, van még egy kapót, mert ki kell húznod. Itt az egyszerűen megoldottam volna, én tudod mi vagyok? P mint profi. Ez a rába, ez megy mind a tűzön vized át. Na, olyan messzi ott álltál meg, hát jó, van mindegy, visszatolhatok. Tudod, itt állt egy merci. Várja, minden oké lesz. Nincs connector, mod engine bekapcsolta a képer. Na. Oké.
Miért rúg a kerék? Miért nem jön ez a... Mennyi már, more! Lehet behúztam a kézit. Behúztad a kézit, tuti, basz! Ne! Jó van mindjárt, semmi gond. Igen, be van húzva a kéziféke, hát nem tudta bérúga, mint disznó jégen a bőrdel. Ugye küldi azt, hogy három darab oszlogot kell elvinnünk a fatelepre. Figyelj, akármi lesz, azt mindenképpen meg kell fűrésztelepre. Végig köcsinyálni, jó? Csüli, készüljé. Hát így lassan két óra után már illene. Jövök, érkezek, csak akkor a ügybe kell fordulnom, hallan. Kerítés nyema. Ez így volt kiszámolva. De ne előzzé te meg, az anyád úristenet. Ez meg előz, bazzeg. Jó van. Kijött. Hoppa. Na, ennyi. Kijött. Kijönnek, mi jövök. Figyeljetek, kettő darab hosszú rönköt hordja. Hipper. Bence meg fog lenni a... lelki támaszom az út során. Oké? A mai nap után. Mármint úgy értem, hogy te fogsz így felrángatni, hogyha valami problém lesz. Hát jó. Utcai gumikon. Figyelj, sarat ne érjen a kerék. Az útra te úgy tervezed meg, ahogy szeretnéd, jó? Jó, tudsz lebegni? Már nem akkor az problémás. Lehet, hogy lesz alakadás, csak épp egy határás lépni egy finoman. Úgy érzem, hogy nem bízol benne, hogy ezt így le fogom szállítani. Én a mai nap után magában a játékban nem bízok, hogy jól képes működni. Gyere barátom, gyere! Tudod, ki van mögöttem? A Beketóni. Csirketelepről, az vagy azért a második rábával. Hallod ez? Hallod? Rendületlenül. Nyomok egy belső rézetet. Hát... Nem akarod elhúzni az egyik gépet? Júj. Nem ám. Nem olyan rosszul megy. Várjál, olyan leakasztok. Hát az nem oda. Egyébként ez miért nem oda vincsel, ahova kellett? De egyébként ez miért nem megy? Mert ezelőtt ez úgy vágtatott itt föl, mint az istennyire. Most mi történik? Ugyanúgy elugrédeltett föl? Hát lehet, hogy a fejérbe nem raktam semmit. Gyújtom a karácsonyfákat. Na! Megindultuk, mint a tavaszi virágok. Vigyázz, mert gyullik a kötél, kivágja a szélvédővet. Jó van, akkor ezt rád bízom innentől. Ja! Persze. Várjál, vissza kell vennem a másikért egy pillantás. Ha akarod, viheted, nem haragszok meg, sem azért. Ja, hát ebben nem volt összkerék bekapcsolva. Hát akkor nem csoda, hogy nem megy. Szerencsétlenek. Ők szerencsétlenek. Mi? Mi milyen szerencsétlenek vagyunk, hogy ezt bevállaltuk meg? Jók vagyunk! De hála égnek ezen a mappon azt hiszem csak kettő ilyen faszállítós izé van. Te azt húzod magaddal? Na, király vagy, jó van. Húzingálnom, de most arra megyünk, amire én akarok. Azt a betyár, majdnem bejöttek a rönkök a szélvédőben. Na, szóval most elmondjuk amúgy azt, amit eddig mind elmondtuk. Mit? Nálam is megy a rész? Igen. Teszt videó. Azt már mondtuk. Mértékbe. Igen. Kommentekre reagálunk erre a videóba, sokat gyára. mit mondtunk még eddig el? Nem megy az a verda, vagy mi van? Nem tudom, beúsztad a kéziféket benne, vagy mi? Nem.
Brüm, brüm, brüm. Igen, kommentreagáló lesz, csak és megindultam, mint az Isten gyila. Kivágódtam balra, kitettem az indexet. Egyenesen megyünk? Igen. Oké. Okay. Szerintem ezen az útvonalon is lesz baj. Én ebben a Mercedesben nem tettem váltót. Á, mert túl OP lett volna, mi? Elengedheted, húzom én. Te, hogy megy az én kamionom? Hát, össze van akadva ott a hátra. Oké. Okay. Na. Hajrá, hajrá. Hát ez nagyon ugrik, mint a hortiló, tényleg. Jó ez a, jó ez a, jó ez a, jó ez a, mi ez? Ez a rába. Jó ez a rába. Lehet túl OP, nem gondolod? Á, épp ideális. De egyébként lehet, hogy OP. Na, te mibe mész? Mibe megyek? Automata vagy? Automata, highway-be. Jó. És az always diff-es, nem? Az always diff, ha megy mind az Isten. Ez neked ez a vége? Mert tódakálmon gondolod, ugye? Hát nekem már... lóban van csak diffim. Ja. És nem tettem bele nagy váltót, így csak egysebességes a ló. Ja. A ló. Szép. Te azt mondtad, hogy átkökerünk a folyóra. Ez neked a izé? Ez a könnyebb verzió? Hát már ne haragudjál meg, de hogy majdnem 70 fokot dől oldalra az út, annál könnyebb. Várjál. Hát... vissza akartam tolatni. Ja. Nyomjad neki. Opa. Nem ment be az üvegen, ugye? De majdnem. Megint tolatni akarsz? Mi a csak? Mi történik? Hát itt vannak kövek. Parkolunk vagy? Majd izé, remélem te is láb közé veszed azt a nagy kűjjet. Kűjjeg. Ne viccelj. De várj, az a baj, hogy a... Na izé, a fehérke, hol fehérke? Gyere át, azt én átmegyek, addig át, lejövök a kanyarba neked. Nem kell, hát figyelj. Nem gép, ha rebb bírja. Nem akarja, hogy könnyítsük a dolgunkat, hogy már haladjunk is. Nem. Gyere, fehérke. Beketúrni tudja, hogy mi a stájsz. Előre mondom, ha borulsz, te pakolod vissza. A fehérke az lehet, hogy... elment valamára, nem jó fele közlekedik. Fehérkébe átülök, jó? Gyorsabb, mert nem már késő. Vagy átültél? Nem, pont megnyitottam a térképet, de láttam lelki szemeivel előtt, hogy az borulni fog. Ej, ez a poszállítás az nem... Jó, hát nem. Most itt marad egy kicsit, pihen. Nem jó, is... akkor oké. Okay. Mondtam én, hogy mindjárt. Rossz ötlet, hogy két kamionnal. Igen, teljesen. Egyszerre. Miért nem hallgattam meg? Átmegyünk? Vagy levisszük ezt a kettőt? Hát muszáj lesz. Csak, muszáj lesz. Csak nem akar refordulni ez a kotla. Jó, megindultam. Vigyázz, mert... előzni fogok, szerintem. De ez miért nem fordul, hogy ez a kamion? Diffi. Diffi miatt? Always diffi van. Hát, ugye akkor is nehezebben fordul. Szomorú. Segítsek? Amúgy. Meg vagyok. Megyek mind az őrület. Rakok egy lót, hát hogyha... rendesen recsent a váltó, hallod? Jó van. Királyságban, mit csinálsz? Fát nem kell ide rángatni. Rád akarok csőrözni, de... megyek mind az őrült. Szuper, jó van. Ki lehet hajolni az ablakon, tudtad? Amikor hátra néz balra. Én ezt nem is tudtam. Hm? Amikor balra kinézel, akkor így kihajolsz az ablakon. Aha. De jó. Pillanat.
Addig menj előrébb. Jó, jó. Jóság, gyerekek! Mindjárt olvasunk kommenteket, ám. Csak most egy tényleg van, fönforgási vár. Fia, elkapjuk a grabancát a dolgozónak. Van-e kömenni, vagy van? Beúszta a kéziféket, tessék. Pedig már célba lennénk. Ja, ő 88-as se van, hát ez látod. Megint az OP-ság megy. Lehet, hogy hoz egy kolbászt. Az előbb én is elmentem egy kolbászért. Az előbbi felvételen olyanok voltak, hogy kolbász. Basszus, hát ez nagyon túl jó ez az út, gyerekek. Ez a baj ilyenkor. Hogy nagyon-nagyon jó az út. Körülnézek, merre körlene menni. Hát ez nagyon, nagyon egyszerű, egy útvonal lesz. Körülbelül 3 órája ülünk itt, gyerekek, hogy fölvegyünk egy részt. Úgyhogy képzelhetitek, hogy azért voltak itt dolgok. Erősen gondolkodok, hogy összevágok belőle egy montást. Egy misét megérne, na. Remélem jó fele megyünk, gyerekek. Nézzük egy belső részletet, mennyivel autentikusabb, nem? Még tök jó, hogy ki lehet nézni, azért meg tudod nézni, hogy a porkocsi az éppen merre, Kalisztól mögöttünk. Jó. Júj, itt van az a nagy göröl, tudjátok. Amit ezelőtt is majdnem felborultunk. Arra kell menni tovább? Hát én belementem itt a legnagyobb ganyéba, már most látom. Jaj! Rendesen meg vannak koszosodva a körveik, gyerekek. Azt a bőtjel, hát ez rosszabb, mint számítottam rá. Valami írjátok meg egyébként, hogy szerintetek rába vagy nem rába. A kommenteket mindjárt felolvasom, csak megvárom Bencét, hogy ő is itt legyen akkor. De szerintem, ja, ott ugye a rába kamionnak egy nagy turbó felirat van. Meg hát középen egy hatalmas nagy rába. Ha néhány esetben nem rába, hanem baba, ugye. Igen. Történne nem óra volt. Igen. Melyik, azt vágod, hogy baba, melyik rábán van? Nem. Hát a Beketóni ilyen nem rába felirat van, hanem baba. Az első R ki van cserélve egy B-re. Azt gondoltam, hogy úgy jön ki a baba, igen, de nem tudom melyiken van. Hát a Beketórién. A csirketelepesen. Na mi most, most már összeállt. Igen. Hirtelen nem tudtad ki az a Beketóri, mi? Igen, hirtelen így. Kossuth Díjas, rábás. Na, oké, okay, már itt már a másodikat viszem. Második fuvart. Valamit akartam mondani, ja, kommenteket olvasok. Már így harmadjára, hallod? István Círiek kommentje, ez elég elgondolkodtató, megmondom őszintén, a gameplayre nézve. Azt írja, hogy sziasztok. Most úgy bevittél a csőbe, mert harmadjára olvasott fel háromféleképpen. Tényleg? Igen, és most nem tudtam, hogy ez melyik komment. Ez nem is az én videóim alatt van. Hallósz lehet. Ilyen tényleg egy random embernek kellene a kommentjeit olvasgatni. De tényleg, az egy milyen jó content lenne. Mondj egy videóst, meg egy számot, hogy hányadik videója alatt nézzük a kommenteket. Az. Minőségileg erős rész lesz ez.
Én azon gondolkoztam, azt a három részből, amit itt szenvedtünk, azt kéne összevágni egy ilyen montásba. Hát összevághatod, de... Azt a szenvedést. Volt minden. Valami ilyen izét kellene adni neki, hogy... Backup story. Igen, igen. Ilyen verkfilm, hogy éppen mi történik. Ne. Nem, az nem mond, felborulsz. Nem. Van ott egy nagy gödör, vigyázz! Láttam. Azon mindig izé, én is majdnem felborultam. Na. Sok van még vissza? Ja, én vagyok erről. Mármint izé, sok van vissza szerinted? Ezen a mapon küldetés? 10 talán. Jézus úristen! De előbb is átmentünk a season-esre. Arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Ha akarod. Megnézhetjük. De írják meg a kommentelők, hogy szeretnék el. De szerintem úgyis azt fogják írni, hogy szeretnék. Ez egy eléggé magas labda. Földobtad a labdát. Igen. Annyira szép ez a teherautó. Megőrülök tőle. Miért lehet szép egy teherautó? Pedig az a durva, hogy általában azok a teherautók szépek, amelyik nem akartak szépek lenni, mert szerintem ezeken egyáltalán nem gondolkoztak. Nem sokat gondolkoztak rajta, nem. Hogy nézzek ki. Igen, igen. Az a durva. Egy csomószor pont azok az ilyen nagyon beresz járművek, amelyik csak a funkcionalitás volt szem előtt nekik. És az is visszakökölünk, körmölünk. Hát ez van felborúva egy ráva. Nem tudom, emlékszel erre. Tényleg, akkor az a mi... Várj, ott vannak a rönkök is. Akkor oda kéne mennünk, azt össze kéne kapartnunk. Nem? Micsoda... Akarjuk mi azt? Mekkora ötlet? Figyelj, itt én a K700-as loaderrel elmegyek. Aztán azzal majd én összevinkódom. Te meg... Nem tudom, mivel jössz? Messze vagy még? Nem, most értem be a fatelepre. Na, akkor szupi. Hát akkor királyság van. Jézus Máriám. Jó, van, oké. Ezzel menjek szerintem? Hogy lehet ezen irány váltani? Mert ez tolat, bazzel, de verde. Tolat? Igen. Miért tolat az? Aha. Jó, hát hátrafele megy, nem tudom miért tolat. Jössz valamivel te? Persze, mindjárt megyek, Lui. Nyugi, nyugi. Jaj, már rájöttem, hogy mivel. Jól van. Hát ez profizmus. Jó, én megvárlak, figyelj. Megyek ezzel a kotlával. Várjál, Diffy. Valami ott porzik rendesen. Mit hozol? Biztos valami rémál. Hozz egy darut, hallod? Egy ilyen epic darut. Most hozzam ki azt az epic darut. Aztán azzal fölállítod az izét a... Ezért rábát. Még kihoztam egy K700-as más konfiggal. Ja. Na mi van az a rajt? Aha. Hát a villa. Aha, oké. Okay. Akkor küldjük neki. Legyen tánc, legyen verseny. Hallod? Várjál. Hát de nem férünk el ketten azon a izén. Hát kell jó helyen előzni. Egy, kettő... Várjál, hát egy irány, meg izé...
Egy, kettő, három. Na, miért nem indult meg az enyém, Bore? Én bepakoltam sebességbe neki. Te nem tudsz szándékos az övidítés, de... nem megy! Az a baj, én valami izé... Főne boruljunk. Valami izé módba vagyok. Nem tudok váltani. Ki módba? Nem tudom. Hogy nem tudsz váltani? Rakodó módba, Borat. Basz meg! Mindjárt felállítom. Egy pillanat. A kaszróra beszél. Mindjárt, Morel, nincs is semmi baj. Mi történt? Hát jöttél, és megborítottál. Én is ezen elegondoltam egyébként, de... Kaotikus lesz ez a rész. Hoppá! Ugye? Na, álljál. Mennyi? Szépen, előre. Próbálok. Na menjünk már, induljuk meg. Úgyne. A rossz se vette meg ezeket a K700-akat, hát. De miért tolatok én? Te is tolatsz? Én nem tolatok. Dehogy nem. Nem az a menetirány. Ne zavarj össze. Ez most így rendes. Jó fele megyek? Jó fele. De hallom, nem egyszerű az élet, na, mai napon. Hát nem. Én tényleg azt fogom csinálni, csörgölve egy összevágott izét. Komolyan mondom. Hogy mi szenvedések? Mi megyünk itt keresztül? Hát ott akkor előre beharangozom. Jókat fogtok röhögni. Főleg, ahogy én káromkodok. Lehet azt, hogy sipolnod kell. Amúgy egyébként miért nem megyünk itt szembe le? Mert megborulunk azért, nem? Dehogy is, hát nézd meg milyen jó. Erre jobb az út, mint a másik irányba. Látod? Csak nem itt van az izé. Jármű. Én felállítom a járművet. De meg megpakolod. Na hál' Isten! Hát ez megint szép lesz, már látom előre. Hát tudod, hogy ez a K7, ez a, ami rajtam van, épp ugyan... Abban mondjuk a rábát meg tudtam jól pakolni. Jó, hát figyelj, egy pikpak, egyszer a három rönköt fölveszem, azt földobom rá. Jó? Ezt figyelj, most... És tényleg, most legalább meglátják, hogy azért itt... Tudás... Profizmus van? Igen. Figyelj, pikpak. De várjál, ne menjél, hova mész, Hemorel, várjál. Hát de valamit ilyen fél oldalasan akarod pakolni. Pedig úgy, az volt a terv. Gyerek. Hát beállok oda mögéd. Ok. De én ezt nem tudom megfordítani, te. Ez csak hátul emel azt csácsumi. Nem biztos, meg lehet ezt fordítani. Nem lehet, hé, ez fix. De nem a... De, ez fix. Add üljek át bele, megfordítom. Nem, jó lesz, figyelj, elviszem oda, hát most... Igazából nekem nem akadály ilyen. És hogy nem lehet megfordítani az elején a kis izét? Nem, azt lehet, ha hogy ne lehet. Ja, hát, nincs ez a baj. Azt nem tudok fordítani. Igen. Yeah. És meglátják azért, hogy olyan profizmus megy itt, mi? Ugye? Ha. A francnak, hogy ez fordítva van ezek a járműnek az irányítása, hogy a szemük álljon be, komolyan mondom. Előre akartam menni, erre bevágódott ide, hallod? Jó bevágódott, hogy nézem. Ki kell menni innen. Hopp! Egyébként ez így volt tervbe. Figyeld! Hopp. Ja, összeakartad túlni? A francba megint fordítva megy! Hát miért így van ez a K1-szal, hogy meg van fordítva? Így, figyeld! Most, és akkor most figyelj, megfogom aztán. Chat. Csaptu rá. Kész. Ennyi volt.
Nincs amit te apád látta. Te mit csinálsz azzal a ketyerével? Itt a zúg. Áligatom. Ne bántsod a rökjeimet! Én fogom ám, de neked látszik, hogy fogom? Látszik, igen. Akkor meg ide jó, nem amit te el kutyulod. A rohadt életbe. Föl kell emelni először, várjál. No? Hová álljak? Sehova. De amúgy nincs súlya a hátulján, mi? Lenyémnek? Nincs. De nem is kell. És merre megy előre ez a kotla? Hú, ezt jó fölemeltem, bazd az ég. Hát igen. Mi az, hogy handbrake? Aj! Jajajajaj, engedd lejjebb. Nem lesz az jó, az. Úgy, né. Vigyázz, mert megyek. Hát, harribál. Fölmegyek. Fölmenek ide. Na. Jó, nem várjál. Nem tudom, hogy lesz itt. Jó, fogom. Basz. Nem középen, de fogod? Hát figyelj, hát muszáj itt fognom, mert itt pont ide tolatsz, aztán itt ki van talap. Oda? Ide. Úgy? Igen. Hát hogyan más, hogyan? Ide egy picit tolass hátra. Ide tudsz? Igen, jó lesz az. Egy picit még tolatsz. Jó lesz ám ez, figyelj, nem könyt a gordi. Nem akarok nagyon megindulni, mert... Hát lehet, hogy... Várjál! Van egy ötletem, megy előre! Izélem, megy előre! Mögéd állok, figyelj! Ez egy speciál technika, úgy tanultam még egyszer. Így maradj így. Így fogom felrakni. Még mikor akadógépes voltam a tomba? Ott volt, igen, ez a szituáció. Figyelj, most lesz a jó. Nem azért, de az hogy fog ez? Akadásmentesen fölmenni? Ez egy speciális módszer. Úgy, hogy ezt nevezik befűzéses módszernek. Ezt nevezik speciális befűzéses módszernek. És most, figyelj, most jön a trükkös része. Jó, ez nem lehet oldalra fordítani a kart. Igen. Aha, akkor egy kicsit még trükközök. Ez nagyon kifinomult módszerem. És mi lenne, ha letennéd? Az Istennek se. És a másikkal tennék föl. Nem, hát figyelj. Még megy a befűzéses módszer technika. De jó lesz, jó. Figyelj, oda néz, hopp! Hopp! Na! Azért? Ezt így akartam. Hát most azért nem ülnék itt benne a fülkébe. Na. Amúgy nem tudom, hogy ez hogy sikerült, de valami sikerült. Csak nem az, amit akartam, de... De azért... Hát most az ki... Ne csúszott! Csúszik, de nem annyira csúszik, mint amennyire gondoljuk. Jó lesz az, még egy trükköt bevetek. A befőzéses technika 2. Úristen, de megjöttem, azt hittem, hogy egy idő, triceratops támad. Tartsd! Egy picit emeld meg. Igen, az a terv. Támadott átúrval valami. Ezt megint csak hanggal ajánlom ezt a videót nézni majd. Igen, mert lefele gyomod így. Nekem fölötte van kar, igen. De lejjebb, lejjebb. Ilyen vakon kell irányítani. Még lejjebb. Szerintem nálam kell jónak lenni a hossznál. Úgy most előre. Most fölfele mehet. Mert fölfele. Nem tudom ebből mi fog kisülni. A tükrüdet azt biztos, hogy letörjük. Letűrtétek a tükrünket. De különben az tuti. Na és akkor most van egy speciális dolog, hogy neked
Kellene ugye egy icipicit előbbre venni. Oh, hoppá, hoppá! Jó! Jó, egy hallod? Kik be kéne szállni a... izébe. Abba. És előbbre menni egy picit. Júj! Júj, de nem. Jó. Mi történt? Valami történt. Leborult állam. Nem, csak úgy tűnik. Már megvan, hogy mi a stájsz. Itt csavarodnak itt a dolgok. Uha. Szerintem elértük azt a lakodási időlimitet, amikor bugolnak a rönk. Van olyan? Nem tudom, hát nálam bugolt. Egy nagyon picit maradj így. Én nem mozdulok. Oké, várjál. Most ne mozdulj. Mert nem nagyon... is abban a gépbe ülök. Semmi, de akkor sem mozdulj. Semmivel. Semmivel sem mozdulj, figyelj. Na mi a fasz? Hát arról sem nem ette meg, most mibe akadunk el? Jó, szerintem jók vagyunk. Mi történt? Majdnem fölborult a rába, nem? Nem. Na, átengedem neked, csináld nyugodtan. Ez leejtetted őket, nem? Most tudom. Te, ide a hidra kéne ránom, ezt akkor itt könnyen fel tudod rakni. Látod, milyen könnyítő megoldásokat tudok kitalálni neked? Hú, ebből csak összevágott lesz. Gyerekek, hogyha akarjátok nézni az összevágatlan... Így sokkal könnyebben fölrakod. Ugye? Ezt is kinek kellett kitalálni? Nekem. Hogy mennyi, így mennyivel könnyebb fölrakni. Hát jó. Na. Speciális. Így? Ez biztos. Ez... Így milyen könnyen, könnyen föl... Ajaj. Hát az már túl sok. Nem gondolod? Egyre könnyebb. Egy kicsit... Így, egy icipicit. Jó is. Mi történt? Na? Beállítottam jól erre, meg mi történt? Beállögted. Istenem, ennyire még nem fáradtam ezt SnowRunnerbe, az biztos. Az Istennek a fennájét már. Fennéje? Fennáját? Ezt még sose hallottam. Fennája. Mást is akartam mondani, csak ez sikerült már. Ugye? Nem ugratod vissza azt a gépet mégis. Ezt? Mindjárt várja, megoldjuk. Várja, de akkor megint ott lesz egy rohadt lockerier hátulja, már van itt vagy négy elhagyva. Figyelj, olyan professzionálisan meg föl kell állítani, most mostantól innen elhagyjuk a kis pályát. Odarész, így, ennyi, láttad? Hoppá! Kész. Tessék. Na? Ugye? Megmozdultam. Na, oda néz, innen meg már bele kell dobni csak a rönköst. Aztán kész. Nehezét megoldottuk. Hogy állt föl ez egyébként? Feleültem és előre mentem vele. Persze, én meg neki mentem azt azért. Hoppá. Hát igen, neki mentél volt. Tapadás, izé. Na jó van, gyorsan dob föl ezeket a rönköket, ne tököljük. More. Ezt szerintem föltöltöm egybe, én is ugye veled együtt, meg lesz egy összevágott gyerekek, hogy miért vagyunk ilyenek. Mert igazából az a baj, hogy ők nem látják, hogy miért vagyunk ilyenek, hogy mi váltotta ki belőlünk ezt az elkeseredettséget. Hogy előtte 2 órán keresztül szenvedtünk már, és azért az ember, hogyha frissen ürén kezd, akkor lehet, hogy nem csinál egy hülyeséget, de ilyenkor már azért... Figyelj, tudod mire állítom? Éjszakára. Így. Így jobb? Hogy fölkapcsolta a házát? Nem baszol ki velem. Azt mondod, hogy milyen jól néz ki ez? Hát miért nem játszottunk soha éjszaka? Nem tudom. Te volt, ahogy én éjszakra játszok. De rohadt jól néz ki. Wow!
sofőröm meg már be is verte a szugyát. Lekopcsoltak a lámpát egyből. Szóljál, hogyha kell a világ... Lőnvilágítás. Tessék, itt sokkal jobban látsz. Baza, nem megy nálam a felvétel. Nem ám. Mi legyen? Elengedjük a témát, mert ezek a rönkök már fura dolgokat művelnek. De most az mibe akadt meg? He. Menj vissza a kamionnal. Menjek vissza? Igen, menj vissza a kamionnal. Ezek bebugoltak, ezek a rönkök. Hát az úgy, akkor nem jó. Menj vissza, azt megpakolom. Figyelj, tudod mit? Segíts akkor, rángassál végig. Asap, nagyon gyorsak leszünk. Csak ne rügvedd be, hallod? Mert az nem fog menni. Oké, tudod neki, more? Fordulj felém! Mindjárt arra megyek az útnak el. Útnak el? Így. Gyere, kapd el a vigit! Jó sikerült, mindent meg sikerült csörlözni. Na, meg vagyunk? Csörlözöl? Oké, nyomjad neki, more! Nézek egy kis belső részletet, meg lehet olvasok kommenteket addig, hallod, jó? És hogy nem tudom, kell nekem kormányoznom, vagy valami? Jó lenne. Na, olvasom a kommenteket, gyerekek. Akkor volt ez a sziasztok komment. Már nem tudom, hányszor felolvastam. Nem tudom, melyik volt már. Roland írja, hogy ez az végre Slowrunner. Imádlak benneteket. Ahogy kapcsolgatod a féket? Nem kapcsolgatom. Miért? Olyan érzésem van. Volt itt már traktor. Na, vagy terrautó. Balongumi hiányzik az MTZ-ről. Kérdezte, igen, azt mondták. Fejtettük egy három része ezelőtt, mi nem ment ki, hogy... Igen, nagyon hosszan. Hogy melyik lehet a ballonkerék. Hát ugye az a nagyon vastag. Szerintem arra gondoltad amúgy. Ja. Mindjárt olvasom tovább. Hát igen, tudsz húzni? Húzogatsz? Húzogatszak, ja. Jó van akkor. Megy ez. Gázt nem nyomok. Fölösleges, nem? Végül is. Háj, toljátok csak így tovább, retro ruszki gépekkel. Máshol nem igazán látni ilyesmit. Minden részen jól szórakozom, egy Tata Prága útvonalon itt a teherautóban. Kellemes időtöltés. Tényleg. Kívülről tudom az összes kommentet szerintem már. Igen. Ezen jót rögtünk elsőre, de még mindig jót rögünk igazából. Ja. Várjál, kiengedem a kezéféget. Na, így jobban megy. Mennyivel gyorsod? Igen. Sok kézifékes komment is volt. Igen, most kicsit ki is próbáltam, de az a baj, hogy nem okozott gondot ezzel a kiróval. Neked. Ebben kezd rendesen fájni a fejem. Tudjátok mióta? Megmondom, mondok egy időt nektek, hogy hány óra van. Azt mondja, hogy 15 óra 38, azt mondja, hogy fél egyre volt megbeszélve, egy kicsit késtem. Egy órakor álltunk neki a... Igen. Ez úgy baráti. Két és fél órája. És amúgy levelnél fogadni a rész, hogy ilyen egy óra lesz. Egy óra tíz. Azóta, megmondom, az egyik részt belekiálltam majd kobászt tenni, meg ilyenek voltak. Az nem ebben a részben volt? Nem, az már egy másikba. Nem olyan éhes voltam, mert nevettem, én akartam hozni csilis babot, azt nem engedték. Hű, bassza, Hát én engedtem volna, de azért ez az évet volna már. Ez nagyon prosztó lett volna, csilis babot a már itt. Így piszkáltam volna a fogam, meg ilyeneket, tudod? Új. Hát most komolyan mondom, kezd fájni a fejembe. Kény van itt. Azt, ugye, de figyelj, gondolj arra. Gondolj arra, így szokták ki, hogy élvezik a részeket. Elnézést, csókolom, majd megcsináljuk a kerítést. Hát, hogyha ezt nem fogják élvezni, akkor... Hát, akkor semmi. Nálunk jobban élvezik a szódzél. Ez, hogyha forró olmat öntenének a fülembe, az is élvezetesebb lenne, vagy csalálna csapták. Én megint ott tartok, mint a legutóbbi faszállításnál, hogy elértem azt a pontot, amikor ma minden vicces. Annyira szophattuk magunkat, hogy már minden vicces. Hát, nagyon jó neked. Én
Most nem mi? Hallod a hangomon? Most meg akarod rakni még ezt a kotlát? Nem tudom. De várjál, ennek le tudom már ültetni, hallod? Figyelj, van olyan, hogy change, Most fölemelted, szerintem. Lefelé, így, hoppá. Na dob meg gyorsan, easy. 10-én tudok pakolni. Gyereke. Rabecku. Össze van törve az eleje. Ez az. 4-et. Le 10-et. Ne legyél már tehetetlen. Chipback, fogback. Figyelj, legyen egy kis nehezítés. Mozgás közben kell vagy. Te nem tudnál lehozni azt? Így. Bebugolna. Bebugolna. Meg még ember nem próbálta meg szerintem, úgyhogy itt az ideje. Figyelj. Van elég őszhajszálom már a mai nap után. Hallod? Így. Elvinni. Ott de meg... be fog bugolni. Gondolod? Nagyon? Igen. Nagyon. De figyelj, de akkor hozzá már egy kazolla. Mármint úgy, hogy oké, hogy most azt megrakjuk. De hozol is magad, de jó? Médiumot. Jó, médiumot. Egy fene. Eladjuk borért, hallod? Jíte. Nem van. Ugrat, mint a hortilova. Aha, látom. És hogy ilyenkor lekötöm, az vicces lett, de? Nem lehet. Aha. Te. A harmadik hol van? Rajta. Izéden. Még előbbre úgy valahogy. Így pattog. Nálam benn van, de. Nem rendesen. Hm. Olya picsába. Várjál, megpróbálok tolatni. Hűha, ez rosszabb lett. Nincsen benne az első két villa között. Figyelj! Megrakom ízésen, eltávolítom azt, csá. Jó? Az akarat megvolt. Oké? Okay. Rendben. Én meg akkor viszek egy kis kazalfát. Na, arra kíváncsi leszek, tényleg. De mi az, hogy remove cargo, és miért nem lehet? Hát pedig kattintsál. Kattintok már. Loading! Na, akkor hozzá egy izét. Nem csalunk ám, nem ám shortot. Shortot szerintem nem is tudok fölvenni itt. Ja. Mennyit vigyek? 5-ös 6-ot. Persze, hülye vagy te. 3-at. Úgy. Na, kíváncsi leszünk, hogy ez meg lesz-e. Figyelj, félreállok, hogy tudja előtte Beddy. Szerintem ez így eléggé epic vállalkozásnak tűnik, nem? Lehet, hogy ezért lesz. Ki fogy a játék alatt? Ma már fogyasztottuk is ki a játékot, még soha eddig nem. Igen, tehát ma sikerült egy olyan módot megvenni, ami kifogyasztott a játékhoz. Skubizok álma. Jó, erősen fogjad majd. Erősen megfogod. Megforduljak? Menjünk arra? Mehetünk arra. Vagy akkor figyelj, kimegyek az útig. Ez a vonat szerelvénynek is ide kellett támálnia. Találkozunk az aszfalton. Jó? Aszfalton? Oké. Uh-huh. Úgy felvettem már. Ó, tök jó. Kíváncsi leszek. Aztán lehet, hogy amikor találkozunk, úgy szinkronizál be, hogy repülsz a levegőbe. Szupervet játszol. Kirovetszel. Lehet. Hozza az. Nagyon jó. Hát lehet, hogy így jobb a fát szállítani, hallani.
Nem csúszkál neked? Nem. Akkor fasza. Ó, hát akkor hallod? Így kell csinálni. A hosszút kell volna erdőn keresztül. Igen. És az ilyen challenge. Egy részben megcsinálni, hogy követ pakoljunk egy portkocsira a mapon, meg szállítsunk közbe fát keresztbe. Tényleg nagyon elfáradtál. Hát én egyébként nagyon készül. Én olyan szinten kész vagyok már. Várjál, more! Nem tudok fölvenni. Ej, more! Ez az. Adjál neki, Sanyi. 40 méteres csőlő. Az igen, bazza. Yes, fenedüljé. Dehogy, de balanszett középen van megfogva a fa. Tényleg, hát ez egy ilyen, minden mindig így kell csinálni, és akkor ugye így nem is tudsz felborulni konkrétan, mert a fa az tartja. Hallod, elszakadt. Egy kicsit. Épp hogy. Megyünk! Ennek a résznek legyen vége, nem? Kövi rész normális lesz. Hogyha fölborulok, akkor mit csinálunk? Ne boruljál föl. A véletlenül. Pessimistának kell lenni, mert akkor igazából nem okoz csalódás semmi, negatív csalódás. Ugye, ha fölborulsz, van itt egy másik K700, meg tudjuk pakolni. De jó. Előbb is ugye, olyan jól ez, ment. Ezért kellett volna ugye long rönköket izélni, hozni. De ember, hogy hoztam volna el itt? Hát itt a fákat között nem férek el. Óvatosan. Ja. Fékezzél, lassan gyere. Nyomom ne menjél bele a folyóba. Kicsit szétgyújtuk itt a partot, nem gondolod? Ott van egy K700-as. Valaki itt hagyta. Az a baj, ez a kő, ez úgy megdob, hogy... Ne. Most pont a kerék alatt a kő. Van baj. Látom. Houston! Látod, hol a kő? Látom. És ez úgy felborít, mint a szart. Várjál, nem lesz jó, fel fogunk borulni. Van egy ötletem. Nagy gázzal balra. Jaj! Ne. Jó lesz az, figyeld, nagy gázzal balra. Arra, átmegyünk itt keresztbe. Így nem borul fel. Menjünk. Látod így? Ez volt a trükk. Ki tudsz menni? Én ki tudok. Kihúzol és akkor jó is lesz. Jaj, te nem tudsz kimenni, értelek. Épp hogy nem. Majdnem, igen. Húha! Épp, hogy elkaptam. Ó, de... Megakadályoztam a borulást. Ugye? Ma nem kell fölvenni két részt, mert megvan a két részre az anyag. Meg. Hallod? Kimegy a normális, meg kimegy a... Sokat vágott. De ott. A legmagasabb pontodon. Egyébként a viszonyatosan profi... Jaj! Hát na mi a terv? Hát muszáj lesz. Így bejöttem ide egy kicsit. Ezt így hosszába vegyük. De várjál, el kéne mennünk balra, mi? Mi balra? Ki a folyóból, úgy értem. Ja. Hajrá! Csak fel kell szednem itt balra.
Gyere, húzlak, húzlak. Engedd ki a kézüféket. Ki van? Ma nem viccelek ilyeddel. Csak nehogy felboruljon. Fölborulj, akkor leégetjük az erdőt körülötte. Van egy, még egy nagy probléma. Mondjad. Mindjárt kifogy az üzemanyagom. Nem áll. Nem áll. Na, már szólod a szekér. Megmentettük a helyzetet. Ez azért, mert ilyen nagyon precíz mozdulattal elrántottam balra a kormány, mert felborult volna. Ez volt az életmentő. Nem az, hogy ott álltam melletted és tartottalak? Volt olyan? Nem. Igen, volt olyan. Mi, merre megyünk el? Te itt szembe hát. Komolyan? Ugye, de csináljuk már jól, rövidítjünk. Fölború, fölború. Most tényleg? De nem borul a szöve. Megint nizéket akarsz tököket tiporni, biztos tudsz valami. De hogy is itt nincsenek. Ja, nincs itt a méhek vannak csak. Ja. Jövök. Még felveszünk egy-két-három részt? Nem. Nagy hát, nem tudom. Nem. Van könnyű küldésem. Nem, most ki kell vennem, aztán fölbelőni magam össze. Majd utána. Jó. Nálad még mindig a kezemben vannak a logok? Igen. Jó. Igaz, hogy olyan, mint hogy a szájharmonikázná velük. Én egyik oldalról a másikra csúsznak. Ilyen... De ennyi történik. Jó. És Anika, ne élvezkedjé, rúgja föl magát, meg minden hátán fekszik. Nagy lazaság, én meg itt szenvedek, mint a Pilátus macskája. Tényleg most amúgy van fészke? Most van. Hú. Amúgy próbálok... Kurugnak a nagy vizek, mi? Nem, próbálok így izolni, mindig... Mi ez, ilyen sztármosolyt magamra erőltetni, nincs semmi baj, minden rendben van. Ide, happy? Gyere, nyugodtan. Itt meg akarok, mint ő azt tuti. Kellene valami kihívás, hogy még vissza a garázshoz, meg még egyszer. Elmenni. Oké. Okay. Simán. Na látod, így a rönköket milyen könnyű szállítani? Szerintem hát 6-ot is tudnám fogni. És akkor ez ilyen szinte már cheat. Ugye? Igen, én is úgy érzem. Megint kitaláltuk azért, hogy nagyon könnyű a játék. Szóljál, hogy lemaradsz. Hát... Kímélem a motort. Minek? Eleget kapott már. Már szerintem bírja. Na, kis laza belső nézet. Csillis babot meg kellett volna hozni, mert már megéljedek mely egyszer. Hát ennek a K100-nak nem nagy a belső nézete. Ennek szép. Jó sokat látok. Ennek a lábának szép, de ma ne látnám, hallod? Ne rakj ott hátul. Fasz meg! De mi történt? Nem tudom, pont hátra néztem. Te! Dobd el a rönköket. Aztán annyit kellene, hogy így... Tudod, mit csinálunk? Ez olyan trükkel megoldjuk. De nem hiszem el! Amúgy érzed ezt a iróniát? Megkérdem, minden rendben ott hátul? Abban a pillanatban. Abban a pillanatban borul fel. Figyelj, rönköket berakod, és azzal együtt fölállítasz, föltolsz. Aztán megoldjuk. Kicsibe. Vagy én belső nézetben néztem végig, hogy konkrétan az oldalára dőlt a gép.
Meg aztán hallottam, hogy csicseregnek a madarak. Motorhang meg eltűnt. Jó. Látod a rönköket? Hol vannak? Látom. Na, akkor jó. Fú, hát én amúgy bocsánatot kérek, hogy ez a rész ez ennyire izé... kaotik. Ez? Majd amikor meglátják, hogy mi volt még előtte az előzmény. Mi a terv amúgy vagy? Hát nyúlj alá, ezt fölállítasz rönköstől minden estől. Nem? Megcsinálnám. Csak... Jó. Ne, jó. Megakadt a vörda? Tudod, hogy az első villában nincsenek benne a lönkök? Nálam. Mi lenne, ha csak simán felállítanálak? Gondolod? Nálad jó, jó. Nem tudom, hogy állnak nálad a lönkök. Nálam jó, benn vannak a kotlába. Mind a két izé? Villa közben vannak? Nagyjából, igen. Addig megnézem, milyen az alvázernek a gépnek. Hasznosatok eleves, összekötjük. Jó. Merev hidak vannak szépen, ugye? Ahogy azt tudod, hogy kettő kurva kanyar, és ott tettünk volna. Egyébként ennyire megfoghattad volna a rönköket, innen már elhozhattad volna, és akkor megvan. Ha? Micsoda ötletek vannak itt, látod? Bár ne látnám. Oh. Leestek, tök jó, nálam leestek. Lebonnak a földön. Figyelj, nem lehet, hogy oda megyünk, és akkor azt mondjuk, hogy kész, jaj, de jó volt. Vigyük már be. Csak az a baj, te jól látod őket? Hogy látod? Az egyik az feléd van, kettő meg kicsit távolabb. Igen. Akkor jó. Figyelj, fölemeled, én meg beállok alá, betolatok. Vagy lehet, hogy megyek egy az kör. Isten, mi van itt? Csináltam egy gödröt. Jó van. No. Aki szereti a darúzgatást, meg pakolást, meg ilyenekért, az most megkapja. Ez így volt tervezve direkt, hogy... izgalmas legyen. Most képzeld el, milyen uralmas lett volna, hogyha... Ha elsőre megcsináljuk. Ha elsőre minden sikerül, fúj, 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 fúj. Látod, ide is álltam. Megkönnyítem a helyzetet azért ebbe a játék gameplaybe. Ugye? Persze, akadjál bele valami. Néha olyan dolgokba akadnak el a járművek. Te fogod mind a hármat, úgy látod? Nem. Kettőt. Jó. Még nyugodtabb. Na, ennél jobban ideállni. És az barát, azt jó van. Hát. Mert? Mi a probléma? Megforduljuk? Figyelj, akkor megfordulok, tolass hátrébb, és a rönk meg a izé közé beállok. Meg közéd. Jó? Egyébként ennek egy betegsége van ennek a izének, hogy a fordulóköre az a végtelen el egyenlő. Ennek a rábának. Csak most te boruljak föl még, mi? Tudod, hogy egy órája veszük? Akkor még az még pont jó. Na figyelj, odarész. Ennél precízebb beállás. Megint csak a jót teszem veled. Egyébként ide mi van? Mi történt itt? Van valami, várjál, nyugi, nyugalom. Tettem egy lót. Arra szólok. Ne nyitogasd azt a valamit, ne nyitogasd. Ez az, azt te kaptuk. Állj meg,
Ok, stoj! Jaj, de jó. Isten meg nem bassza. Nem sikerült. Ugolnak a rönkök. Faszomat már. A legnagyobb gané közepébe. Hát figyelj, nem adjuk föl. Valahogy be kéne vinni őket. Legalább a terepre, mert telepen áll kettő jó gép, most ott, ha ott föl tudjuk pakolni, az is jó, de Istenem. Milyen jó gépek? Hát ott van a... Á, na. Fölborultam? Hát, szerintem igen. Nekem meg konkrétan behúzta a hátsó kerekem, ezt a rönköt ide csipte. Na, jó. A utonom csörlő van? Hát ezért, ez a baj, hogy túl csites járművekkel jövünk, hogy túl könnyű. Hát nem tudom. Két órája szemben. Jó, az háromnak is. Repülnek a rönkök, baszki. Mária, elhozok egy kirovetszet. Hol az anyámban van a kirovetsz? Vissza lett ugradva? Jaj, de nagyobb messze van, nem hozom el. Garázs messzebb van. Nincs itt valami rönk fölpakoló hely? Nincs mi? Itt vannak, milyen járművek vannak itt? Egy csomó. Látom, nem szeretett feladni. Az a baj, meg se szabadna mozdulnom egyébként. Igen. Akkor mégiscsak elhozom azt a kirovetszet, hogy valami jót is tegyek. Azzal tudok pakolni, abban azzal ügyes vagyok. Tudod meg? Tényleg? Ez a híd meg leszakadt, te mondom neked. Hát az alapból is le van szakadva. Ez csodálatos, ilyen hideg. Azért van. Megyünk át ott a vizen, mert le van szakadva a híd. Ja. Ja. Jó, nem sokat jártunk arra, igen, de... Csak egy ilyen 15-ször, mi? Ja. Azt a betyá, na megnézzük a belső részletet. Jó, hát ebbe, ezekbe nem igen látnak semmit ezek a kollégák. Sasha az. Sasha érzésre megy bele. Jövök, aztán mindjárt megmentem a helyzetet. Másik oldalról kéne, de hát már... Már minden bajok van. Gyűvök. Azaz, essen ki, ó, rohadt is. Győzök keresztet vetni mindig, hallod? Komolyan. Vetem én azt nem értem. A fán átmegy a fa. Akkor vagy a log carrier izén miért akad meg? Mikor még a kezemben van? Miért nem ugyanúgy érzékelő, hogy ez ugyanúgy csak egy izé? Hát ez számomra is egy dilemma. Látod, az MTZ-kkel nem lenne gond? Mert vidnénk mind a rongyot. Ja, hosszút nem igen, mi? Hát hosszút nem igen, ja.
Tényleg kár, hogy nincs olyan polc vagy hosszús. És akkor lehet nem tizével. Ugye? Te is bánod. Bánom, hát. Júj. Jaj, jó van. Hozok csilis babot. More. Megjöttem! Ezt az egyet elviszem. Nyugodtan. És megpróbálom tök gyorsan. Akkurátusan. Te. Mondjad. Én ezt fogom magam. Jó. Jó, oké. Meg kell fordulni, hát nem olyan könnyen megy ám ez a forgolódás. Rendesen megjártam, bazze, hallod? Megindult a feléd, mi? Na, mit csinál ez? Te valamikor így beragod a sárba rönk? Elegemes. Szerintem itt már minden is rogod, mindentől. Jó, bevallom, kicsit eltörtük a játékot amúgy, tehát nagyon a határait feszegetjük. Az az izgalmas. Az az egy log rajta van nálam, lehetőleg ne. Csináld úgy, hogy leessen, közben leállítottam a motrot, mert... Gondolod, hogy ilyen történne, hogy én ilyet csinálnék? Ne viccelj. Benne van, tehát már most annyira eltöltük a játékot, hogy én kijövök a mercibe és megtankolom a járgányt. Hát, legalább azért fel tudjuk most állítani majd ezt a másik ezért, gépet. Mi borult fő? Tudod, hogy fölborult. Semmi. Gyors felállítom. Júj. Tényleg fölborult? Nem, hogyan, de most komolyan, ilyet feltételezzél rólad. Az még... a baj, annyi gép volott a mappon, nem látom, hogy fölborult-e. Nem borult föl, föl is raktam. Rá a nézőt. Egyszerjé. De az a nézőt! 3 pontot zsákoltam, vagy mint tudom én, mit csináltam. Látod? Látom már. Ó, baszki, kiszálltam a kirópaszt, te rejtett azt a szart. Nálam be... Nem. Várjál? Nálam rajt van a villáján. Nálam nincs. Akkor 2, ugye? Már csak 1 kell. 2. Ez érdekes volt. Fölkerült a villára, fogadjuk. Nem. Azt hittem. Én úgy látom, hogy rajta villád.
És egyébként akkor jó, hogyha nálam van jó szerintem. De oké. Látod? Hosszú rönköket kell volna hozni. Kiróval. Csak fölraktad volna így. Csüty! Kész. Igen. Most fogja. Jó helyen van ez a Merci, oré vigyem. Oré viszem azt a Mercit, már látom. Hát azt nehezen viszed odébb. Nincs benőze vagyok? Nincs. Ja, én megoldom a nélkül is, ne viccelj. Jó, mondjuk igen, egy K1-szat, hogy visszahol, szerintem menni fog a dolog. Odébb tettem egy kicsit a Márcit. Látom. Ne legyen útba. Szerinted meg tudom fogni a kombinját ezzel? És fel tudom emelni? Ugye szerintem ne próbálgassunk ilyet most. Én nem érzem a lelki állapotomat megfelelőnek erre. Jó, akkor ezt a Mercit megpróbálom felemelni így. Látjátok, ki van égve, de azért még azt akarja emelgetni, meg izé, amelyiken próbáljuk fölpakolni a rohadt fákat. Én nem mondom neked, én úgy látom, hogy az egyik rögt már a földön van. Kurva jó. Nem tudom, csak hülyeskedtem. Tudtam, hogy ez beveszi. Ezt figyelj, valószínűleg 3 órája szerezünk ezekkel a hosszú fákkal, hát rohadjon meg az összes, akik tényleg. Az kurva. Mellette van. Azért kemény lenne tényleg leesne, mi? Lehet, hogy tényleg réjás lenne. Ugye van ez ki. Na, mi az újság? Mindjárt. Nálam fönn van. De jó. Remove cargo. Ne. Amúgy nem jó. Miért nem? Várjál, mindjárt. Valami, lehet, hogy odébb mentél most, jó? Back cargo. Valami helye nem megfelelő, azt írja. Középső? Szerintem a középső, igen. Meglököd? Pont elmegy alatta, mi? Nem? Jó. Bazza. Nem jó. Nézd meg szerintem. Mert mindjárt erre jön magam én is komolyan, mondom. Én ma zsibbad a fáj mindenem, mondom. De ma. Some logs are reserved, puh. De melyik? Vajon? Nem is középső, bazd meg a szélső. Milyen szélső? Eze. Amit mutogatok és nem látod, a sofőr felőli szélső. Aha, és ez nem jól van? Nem jól van. Hol van már ezé kilovetsz? Itt van, ja, benne ülj. Mindjárt megakasztom és akkor előbbre vész. Ugye az túl elő van? Gondolom, ugye? Ez túl elő van, igen. Jövök. Mindjárt megakasztom ezzel a szarra. Itt vagyok. Na, bocsánat. Sanyi! Mit csinálsz? Na, várjál. Megakasztom én.
Hüzéjé. Vagy. Nem akasztotta meg. Arról se. Nagyon nem. Ennek a mozgás... Föl... Na, úgy. Hát nem hiszem, hogy nem jó, vigyél, megőrülök. Nem jó. Nem jó, ott van nálam a log. Nem. Ha megint este van ki... Na. Ez is... most meg micsoda fényár van. Ha dőjük át abba a K700-ba. Jó. Change track. Nem tudok change trackolni, mert benne visz. Hát tűnjél át valami másba. Nem hiszem, de miért nem jó? Mi nem jó ez? Hát tök jó állak. Ne! Álljál meg! Valahogy pedig rajta voltam. Majdnem. De rajta is vannak ezek a rohadt logok. Hát rajta vannak, csak túl elő van az a... Vagy a fene se tudja, mi a baja. Ez egy kockás a seggem, hallod? Komolyan mondom. Fáj a fenekem. Most? Aha. Ja, most próbálja. Igen, most fáj. Mikor váskor, bassza? Most mi történik? Hova mész? Belekülsz? Ne hagyjál itt! Lejárt a izébű szag vagy, mi a picsóval? Azt gondolod, figyeld meg, hogy pont nem lesz jó. Murphy törvénye. Pont fölötte, alatta elmegy. Várjál, keresztbe kéne szednem. És akkor rá meg lehet lökni a rönköket. Így. Nézd oda? Látod? Akkor álljál meg. Oda, hoppá! Na? Ki van találva? Várjál. Pekkárgó hátha. Nem. De így most... Fájj a seggem. Most? Most. Jaj. Hát mindenem fájba. Na. Hát a... Emlékszel a Spin Times-ba, hogy mindig igazgatni kellett a gépet, hogy jó, vegye föl? Hát itt... Most körülbelül az, ugyanaz az izgalommal. Oh. Olyan, yes. Borul. Na. Fölborul. Én fölgyújtom. Na menjünk. Nyilgáz. Itt az menjé. Olyan... Hanem menjé mellettem így, hogyha fölborul valami. Júj, az a gumifa. Gumifa. Ide van írva egy tábla. Vagy egyis egy felirat a táblára. Megtörtént. Nem volt ez annyira veszélyes, de nehéz egyébként. Ugye? Nem. Nem. Kíváncsian várom, mik lesznek a reakciók. Én ezt most így feltöltöm meg még, hogy lássák, hogy milyen szenvedés volt. Még azt összevágom, vagy nem tudom. Hát olyan kilódás volt gyerekek, ezt még szerencsé, hogy csak együtt láttatok belőle. Jó. Csak megcsináltok, na! Pikpak! Pikpak, ja. Jó van. Akkor még egy rész? biztos, hogy nem. Na jó van, menjünk szerintem. Akkor elbúcsúzunk, köszönöm szépen a figyelmet, köszi Bencének is, hogy itt volt, és üdvözlöm az ő csatornáján lévőket is. Csá! Sziasztok! Csá!